Csongrádi Kata színművész, musical énekes író. 7 színdarabot írt, 7 lemeze jelent meg, és most fejezte be 5. könyvét, amely a férje S. Nagy István dalszerző életét mutatja be. 37 évig éltek boldog házasságban, és a legnagyobb csodákat is a férjével kapcsolatban élte meg. Akiről először 25 évvel ezelőtt mondtak le végleg az orvosok, egy hátsó fali infarktusnak köszönhetően, amikor már csak gépek lélegeztették, és akkor mondta a Lamboly főorvos a Szobi utcai kórházban, hogy köszönjön el tőlem, mert itt emberi erő már nem segít. Azt gondolta, ha földi erő nem, akkor talán az égiek segíthetnek. Elkezdtem hívogatni azokat a barátainkat, akik közel állnak hozzánk, és kértem őket, hogy imádkozzanak az es életéért. És sorba csöngtek a telefonok, hogy mi is imádkozunk, mi is. És reggel 8 órakor megindult a víz a csapból. És ezt csak úgy? Csak úgy magától, és én úgy gondoltam, hogy a víz az életet jelent. És kis idő múlva jó híreket kapott. A Lamboly főorvos hívott, hogy én nem tudom, hogy mi történt, de felszívódott a véremleny, a férjének visszatért a keringése, kinyitotta a szemét, és azt mondta, mondja meg a feleségednek, hogy szeretem. Ám 6 évvel később megismétlődött a folyamat. Akkor a mája omlott össze, és olyan kómás állapotba került, hát nagyon hosszú időn keresztül, hogy csak feküdni tudott. Ugyanúgy a főorvos mondta, hogy búcsúzzon el tőle, holnapra már nem él. És akkor én megint ezt a jól bevált imaláncot alkalmaztam, és csodák csodája, reggelre magához tért, fölé lett, visszatért az életbe. Azt mondja, az imának óriási ereje van. Az imaláncnál összeadódnak az energiák, és bizony nem véletlen, hogy hány ember kéri ugyanazt, mert hamarabb meghallgattatik, ha ez a sok energia jut el a mindenhatóhoz. De nagyon fontos az illetőnek a döntése, mert a szabad akarat működik. A férjében nagyon nagy volt az élni akarás, és az életet választotta. De tavaly novemberben ismét összeomlott a keringése. Intenzív osztály, gépek, ő eszméletlen állapotban. És hát arra lehetett következtetni, hogy pillanatokon belül bekövetkezik a vég. Újra elindította az imaláncot, de ez alkalommal csak 7 nap után következett be javulás. Mindvégig a férje mellett volt, és beszélt hozzá. A lelkem én tudtam, hogy hallja, de józan ésszel ennek nem lett volna semmi értelme, hiszen miért beszélek én egy eszméletlen valakihez. És mivel ő nagyon készült a szerzői estjére, a 60. szerzői estjére, amit az Operett Színházban rendeztünk meg december 22-én, ő annyira ebben élt, hogy ő ott akar lenni. És a 7. napon úgy fogadott a főorvos, hogy csoda történt. A férje újra született, 3. is működött az imalánc. Levették róla a légzőkészüléket, támogatás nélkül vette már a levegőt, és amikor meglátott, akkor kinyújtotta felém a kis kezét, és azt mondta, hogy köszönöm, szerelmem. Így S. Nagy István együtt ünnepelhetett a barátaival a 60 éves jubileumi szerzői estjén a Budapesti Operett Színházban. A dalszerző 2015. január 20-án távozott el végleg. A születésnapján ment el. Valahogy így volt kerek az ő élete.